Köszöntöm a stúdióban Platti Iván, nyugalmazott egyházügyi államtitkárt, üdvözlöm. Köszönöm hogy befáradt. A mai napon, a mai reggelen pedig a költségvetésről fogunk beszélni, hogy az egyházakra mi jut a jövőben. Igen, hát a 2021-es költségvetés most már ugye napvilágot látott, hiszen megtalálható. Egy picit próbáltam elemezgetni, hogy ez hogy is alakul. Hát 30 év függvényében. Nem véletlenül az embert ez azért érdekli, hiszen annak idején egyházakat közösen alakítottuk ki minden évben az egyházakat érintő különböző fajta, hát én nem szeretem mondani, hogy támogatásokat, költségvetés által biztosított működésüket is elősegítő, vagy fejlesztésüket, stb. És ez tulajdonképpen kicsit másképpen van ma, amit lát az ember a költségvetésben. Három úgymond központi állami igazgatás szervnél találtam a miniszterelnök hivatalnál, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban és az Emberi Erőforrások Minisztériumban vannak különböző, nem jogcímek, de talán forrás lehetőségek. Maga a miniszterelnök hivatalnál ott háromféle olyan van, ami körülbelül 50 milliárd értékű, aminek majdnem a feledett 20,1 milliárd a lemondott ingatlanok után járó járadék 5%-os kamatának inflációs általában kezelten jövő évi költség tervezete. Aztán hát van ilyen, hogy alapintézmények SZIA, ennek egy olyan 16 milliárd, és akkor van egy 14 milliárdos pedig a közfeladatok ellátása kapcsolatú úgynevezett céltámogatások. Nem találtam sajnos, pedig ez valamikor úgy alakult, hogy én azt kértem, és itt most az Andrásfalvi minisztérium időszakára gondolok, tehát a rendszerváltás első úgymond szabad kormányának a művelődés minisztériumában, hogy alakítsuk ki az egyházak finanszírozásának különböző formáit, és az volt, hogy jó lenne, hogyha az önkormányzati címzett céltámogatás rendszert mint településfejlesztés címzett céltámogatás rendszeri, és ebbe akkor az egyházakat is, meg a civil szervezeteket is belette. Minden, aki a településfejlesztésében részt vesz, az ugyanúgy pályázhasson azokra a lehetőségekre, amit az önkormányzat. Kupa Mihály akkor azt mondta, hogy hát ez nem megy, mert ahhoz ugye kétharmados törvényt módosítani kell, az önkormányzati törvényt, de tulajdonképpen megállapodtunk az, hogy legyen az egyházaknak szintén címzett céltámogatási rendszere. És akkor kialakítottuk ilyeneket, hogy mondjuk egyházi oktatási intézmények fejlesztése, rekonstrukciója. Nem a működésről beszélek, a működés a szektorsemleges finanszírozás, az benne volt már a négyes törvényben, hogy ha az egyház oktatás, kultúra, szociális, stb. Intézmények lát el, akkor ugyanazt kell kapjon, mint az állami. Tehát ez nem a működésről beszélek, hanem mondjuk átvett, lerobbant ingatlanokba funkciót akar, hát akkor őneki, mivel nincs saját forrása, hogy hol talál arra, hogy azt megfelelőképpen tudja üzemeltetni minőségbe is az épületet, meg megmaradjon az épület is. Így volt egy külön, de volt külön egyházi szociális egészségügyi intézmények szintén fejlesztése, rekonstrukció, műemlékvédelem. Tehát gyakorlatilag végigmentünk azokon a jogcímeken, és mögé pénzt helyezett a akkori pénzügyminisztérium, hogy az egyházak is hozzájuthassanak hasonló módon, mint az önkormányzatok. Természetesen megint nem az állam döntötte el, hogy mit kap és mit nem, és miért azt kapja, hanem a pénz nagyságának megfelelően azt pontosan tudtuk a normatív finanszírozásból, hogy mondjuk az egyházak az oktatásban hány százalékkal vannak jelen, mert a mondjuk másfél millió gyerekből, hogyha 100 000-et láttak el, akkor azt meg kell, hogy a 100 000-ből mennyi katolikus, református, evangélikus, zsidó, stb. És hogyha azt mondtuk, hogy ennek 60%-a katolikus, akkor az összeg 60%-áig ő tehetett javaslatot. De ő mondta meg, hogy az a 60%-a az mondjuk 1 milliárd, 2 milliárd, mindegy, akkor ő mire teszi, tehát nem mi válogattuk ki, hanem ők tudták, hogy mire van most szükségük. A különböző intézményeknek a rekonstrukciói fejlesztésre. Tehát ez a rendszer, ez megszűnt.
itt ebben nem látom ezt. Látok úgynevezett címzet. A címzet támogatás az azt jelenti, hogy, vagy céltámogatás, ezek voltak a címzett támogatások. Tehát erre lehetett a működésen kívül pályázni. Az úgynevezett céltámogatás az meg azt jelentette akkor, hogy mondjuk a Betesda kórházat a református egyház visszakérte, mivel rossz állapotban volt, ezért az állam a kórházak rekonstrukciójában a Betesda kórháznak 120 milliót biztosított. Tehát pontosan tudta a döntést hozó is, meg mindenki, hogy itt most a gyerekkórháznak a érdekében, nem azért, mert református, hanem azért, mert a gyerekeknek a gyógyítása az megfelelő színvonal. De ugyanígy volt mondjuk a hajdudorogi tanács annak idején úgy döntött, hogy átadja, ugye egy görögkatolikus városról lévén szó, átadja az intézményt a Szent Bazil rendházába, egy szakmunkás képző működött, azt, és abból lett egy evangélikus, illetve egy görögkatolikus gimnázium. Igen ám, de a görögkatolikus gimnázium az nem közigazgatási határhoz kötődött, hanem országos. Ehhez kollégiumra volt szüksége. Tehát akkor megjelent a költségvetésbe, hogy a hajdudorogi görögkatolikus gimnázium kollégium fejlesztésére. Tehát ilyen és ehhez hasonlókat lehetett. Vagy akár azt mondom, hogy a Dohány utcai zsinagóga tetejének a megmentése érdekében 200 millió forintot a költségvetés biztosított, hogy ne szakadjon be, hogyha egy 20 centis hó, ami megolvad, az annak a súlyától be. De a Kazinci utcai ortodox zsinagógához szintén. Tehát, de mondhatnám, majdnem minden egyháznál érintett volt. Vagy úgy, hogy mondjuk mondjuk egy evangélikust is, Soproni evangélikus gimnáziumot visszakérte. Igen ám, de az evangélikusság nem csak Sopronban van, hanem oda jöhettek, ezért kollégiumra volt szükség. Ő nekik az állam nem épített, hanem ott volt egy úgynevezett üresen álló határőr laktanya, azt megkapták, és annak egy kis felújításával együtt ma kollégium ellátást biztosít a beiskolázott gyerekek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog az, hogy nem mindegy, hogy én mire költök, aktuális, de ezek mind úgy jöttek, hogy a főosztályra delegált, vagy a titkárságra delegált egyházi képviselőkön keresztül tudtuk az aktualitását, hogy miért. És akkor ennek természetesen a lehetőség függényében ezt támogattuk. A jövő évi költségvetésben egy darabot találtam, amelyik az se fejlesztés, hanem az is az Innovációs Minisztériumnak a úgynevezett kilátó piarista pályaorientációs munka, stb. Egy váci módszertan 332 millió, de működésre. Ezt nem régen adták át. Nagyon szépen felújították, tehát igen ám, de az ember közben figyel. És azt mondja, hogy hány van még ilyen, amelyik arra szorulna, hogy tönkre megy, ha nem kap valami olyat. Például Kunszentmártoni Sarutlan Karmelita a rendházát kérte vissza, és ott tulajdonképpen egy ilyen lelki gyakorlatos házat hozott létre. Uh-huh. Ez egy 24 szobás, kétemeletes, szép épületről van szó, és ma felkínálja eladásra, panziónak, illetve szállodának. Hát, de ugyanakkor Kunszentmártonban nincs kollégium, de van két gimnázium, két általános iskola, és az de ezek nem egyháziak, az igaz, de van egyházi óvoda, mondjuk, ez rendben van. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt azonnal kellett volna lépni, hogy ebből akkor 24 kollégiumot, hogy az ott lévő iskoláknak a iskolázásának meglegyenek a bejáróknak is biztosítva van, vagy az ott, vagy messziről jövőknek is. Mert ide egy szakképző intézmény, egy művészettel is foglalkozik, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy ehhez pedig egy sok ilyen van, itt a jezsuiták dobókön a Manrézát megkapták, ez volt, pártközpontnak volt egy központi üdülője, ez az övék, de be van zárva, mert nincs pénzük ahhoz, hogy tudják működtetni. És mennyire érződik ebben a költségvetésben az egész járványhelyzet?
A járványhelyzet, azt nem tudom, én nem ilyen szempontból néztem, de feltétlenül az mindent felülír. El tudom képzelni, hogy a költségvetésnek a módosítására ilyen szempontból biztos, hogy szükség van, de nem a már meglévő, jól működő, értéket teremtő, stb. Intézmények rovására. Tehát ugye, itt például nagyon egyszerű lett volna azt mondani, hogy mondjuk a normatív finanszírozást például nem látom a költségvetésben. Nagyon sok vita van a sajtóban is, meg több helyen is, az, hogy az egyházak sokkal többet kapnak az iskoláik működéséhez, mint az állami vagy önkormányzati, már most iskola nincs, csak óvoda. De ha nincs a költségvetésben benne az, hogy normatív finanszírozása mennyi van betervezve, abból mennyi egyházi, mennyi állami, mennyi, hát ugye 5 fenntartó van ma az oktatásban. Az állami, önkormányzati, az óvoda, vannak a úgynevezett nemzetiségi önkormányzatok és iskolák, az egyházak és az alapítványok. Tehát ez az ötnek valahol kellene, hogy ott legyen ennek az összköltsége. Ennek nagyon egyszerű számítása. Az előző évi költségvetés, illetve a KSH adatból pontosan lehet tudni, hogy egy gyerek mennyibe került az előző évbe. Ennek a szorzó számával lehet betervezni, de fölülről nyitottan kell hagyni, mert szeptemberben ez változhat. Ebből adódóan az azt jelenti, hogy a tankötelezettséggel együtt járó, vagy a felsőoktatással együtt, ezek nem lehetnek alkutárgyai. Tehát egy felsőoktatási intézmény a szektorsemleges finanszírozás elve szerint ugyanúgy kell, hogy mondjuk egy egyházi hittudományi főiskola hallgatói, az ugyanolyan diplomát kapnak, ugyanolyan értéket, mint egy pedagógus, mert körülbelül azon a szint, tehát nem egy orvos a hallgatóval, hanem az elmélettel. Valamikor így számoltuk annak idején, hogy a hittudományi főiskoláknak a ilyen értelemben való normatív támogatása melyik felsőoktatási intézményhez hasonlít legikben, és azt mondjuk, hogy a pedagógus képző intézményekhez. Tehát ezeket előre lehet számolni. Tehát amikor most már az egyházak felsőoktatási intézmény, több lábon álló felsőoktatási intézményeket, sőt már két egyetemet, nem, több egyetemet is fenntartanak, akkor mindig meg lehet tudni azt, hogy hogyan kell számolni annak a működésének a szektorsemlegességét a hasonló állami funkciót ellátó, vagy kar finanszírozásának egy hallgatóra való. Na most ezek a számok, ezek, amik az állampolgárokat talán jobban érdekelné, és tisztába kerülne az, amit időnként felvetnek kvázi egyházellenes hangulatként is, hogyha ez megjelenne a költségvetésbe feketén-fehérre, és akkor nyugodtan azt lehet mondani, de hát nincs különbség a kettő, nem lehet különbség a kettő között. Már nagyon kevés időnk van, de nem bírom ki, hogy ne tegyek föl nagyon aktuális kérdést Iványi Gáborékkal kapcsolatban. Hát ugye Iványi Gáborék, most itt megint azt mondom, hogy a metodista egyház, ugye mert itt erről van szó, metodista egyházat valamikor a politika ketté vágta. Meghagyta a metodista egyház nevet viselő közösséget, és abból kiváló testvéri közösségnek a... Ezek elsősorban inkább a Kelet-Magyarországon, Nyíregyházán volt a központjuk. És természetesen őket a négyes törvény szerint, mint John Wesley által létrehozott úgymond protestáns egyház, ugyanúgy egyházként beegyezték. És ha jól emlékszem, több mint 10 oktatási intézményt működtet. Megint csak a szabad iskola választás elve szerint. Ha én azt mondom, hogy én vagyok az állam, és van 1.500.000 gyerek a rendszerben, és van ennyiféle fenntartó, akkor az azt jelenti, hogy mindenkinek azt kell biztosítani, hogy a tankötelezettséggel együtt járó szakmai tudás, műveltség alapozása, utógondozás, stb. Az biztosítva legyen. Itt nem az érdekes, hogy ki az, hanem a gyerek az érdekes. Egy jogállamban a gyerek meg nem lehet alkutárgya. Én szerintem ebből adódóan azt jelenti, de az idős sem, hiszen őnek a szociális gondoskodás ugyanolyan állami kötelező feladat. Az, hogy az egyházak ezen részt vesznek, ez egy más kérdés, ez a teljes a vallásszabadság, a szabadiskola választás elve, az idős gondozásban való részvétel, és így tovább. Ha csak azt mondom, hogy a nevelő otthonok
Kat, jelenleg Ágota Alapítvány 8 megyében lát el, ez a Szeged Családi Egyház megyéhez kötődő dolog. Ez azt jelenti, hogy a nevelő otthonokban is jelen vannak. Ott se lehet a gyerek, azoknak a gyerekeknek is az ellátása, biztosítása, nevelése, társadalomba való beilleszkedését elősegítő, ezek mind pénzbe kerülnek, ezt nem tehetnek róla, idézőjelben, hogy oda szorultak, ezek mind valahol a sérülteknek is mondható, ebből adódó, ezeket ugyanúgy kell ellátni egy jogállamban, itt nem lehet alkú. Ön szerint jogos az elvárás az emberek részéről, amit most nagyon sokan mondanak, hogy az egyházaknak ki kéne állniuk Iványi mellett? Hát nézd, ezt nem tudom, hogy ki kellene állni, vagy nem kell, mert én nem vagyok benne az egyházaknak a gondolatvilágában, de szerintem biztos, hogy vannak, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én. Hiszen mi együtt gondolkodtunk az egyházakkal. Minden egyes törvényt, gyakorlatot közel 10 évig közösen alakítottuk ki. Nekem az az érzésem, hogy nem úgy érzésem, talán tudom is, hogy ma nincsen úgymond a döntést hozó vagy koordináló szerve, nincs folyamatos párbeszéd az egyházakkal. Márpedig a folyamatos párbeszédhez egy folyamatos, oda delegáltak egyházi személyeket napi kapcsolatba. Tehát pontosan tudtuk, hogy hol szorít a cipő, pláne egy teljes szabadság újraindulásából. Ezt nem szabadna megszakítani, ezt a fajta rendszeres kapcsolatot. Tehát nem csak akkor, nem üzenni kell meg egyet gyakorolni, hanem közösen kialakítani, hogy mikor, miért, és mennyi, és miért kell az, és ez mind nemzeti vagyon része, vagy a nemzet szellemiségének gyarapításával részvételről lehet beszélni. Ezt nem lehet lebontani vallási felekezetre, vagy nem, mert emberről van szó. Nem véletlen az én könyvemnek is az, hogy párbeszéd az emberért. Erről van szó akkor, amikor ezt a kérdést feltette. Én ismertem természetesen Iványi Tibor bácsit is, meg a Hekker Figyest is, és valóban annak idején abban segítettem nekik, hogy az a vita, ami köztük volt, az úgynevezett ingatlan vita, hogy ki hol látja el a hitéletnek a gyakorlat. Akkor mindjárt 89-90-ben ezt rendeztük azonnal, hogy ne azon legyen vita, hogy én hoztam létre, és te vagy benne, hiszen nagyon egyszerű, ahogy mondtam, John Wesley, az nem hiszem, hogy abban gondolkodott, hogy majd szétszedik az ő elképzeléséből adódó, hogy is mondjam, hitelvekkel, ezeket gyakorló közösségeket, és szelektálják igennel, meg nem. Nem lehet, embereket nem lehet szelektálni, és nem lehet kategorizálni. A szolgálni kell. A hatalom azért van, nem hatalom, hanem szolgálat, hogy ezeket ne felejtse el. Párbeszéd nélkül pedig ez gyakorlatilag lehetetlen. Hát igen, most arra gondolok, hogy amennyiben nem kapja meg a normatívát, vagy a kiegészítő normatívát, mint egyháziskola is, hogy visszatérek a kérdésére, akkor ő nem tudja azt megtenni, hogy alapítványként tovább tudnék. A zöme ezeknek a gyerekeknek a cigányság gyerekeiből, a cigányság nem biztos, hogy ő tud tandíjat előteremteni ahhoz, hogy a gyereket, de ha nem járatja iskola, azért megbüntetik. Tehát ez egy olyan dolog, hogy annyisféle sok tisztességes együtt gondolkodásból adódó döntéseket kell tudni hozni, hogy azok a gyerekek, akik abban 10 vagy nem tudom hány iskolában járnak, ezek ne sérüljenek meg ezek után. Nem szabad, hogy ezekből személyeskedő viták legyenek, aminek a vége az lesz, hogy valaki sérül. Nem Iványi Gábor sérül, Iványi Gábor gondolom elsősorban sajnálja azt, hogy ő mit fog mondani majd XY-nak, hogy azt mondja, hogy sajnos nem tudunk működtetni, bezárjuk, vagy valami. Ezt nem kell államosítani, hanem aki úgy gondolta, hogy szabad iskola választás elvéből, hogy az ő felekezetéhez kötődő, lássa el az ő műveltségének alapozását, azt kell biztosítani. Hát erről van. Ez a jogállam. Nagyon szépen köszönöm. Várjuk vissza szeretettel. Köszönöm szépen. A jövő héten is. Most pedig műsorunk folytatódik, kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!